Én szeretem az adatokat, szeretem a térképeket, szeretek adatot gyűjteni. Gyakran úgy nézünk ki, főleg ha gyalogolunk, mint egy karácsonyfa. Mindig van nálam GPS, notebook, távcső, fényképezőgép, hőkamera, éjjellátó, teleobjektív, makroobjektív, dobóháló, a varsák, ott van a lepkeháló, a hátizsák, a macséta, a fejsze, az ásó, a kisfűrész, a láncfűrész mindig az autóban van. Téli időszakban nyilván gumicsizma, körmölőkés, polásakka, nyári időszakban egy kicsit lazábban, és a mellcsizma így van a legtöbbször. Zöld egyenruha, rangjelzés, szükség esetén kézifegyver. Megkérdőjelezhetetlen szakmai tudás, hatalmas elhivatottság és erős érzelmi kötődés a természethez. A Természetvédelmi Őrszolgálat tagjai, vagyis a magyar rangerök őriznek 2 millió hektár védett területet. Veszélyeztetett fajokra figyelnek, oktatnak és formálják az emberek szemléletét. Az édesvizek felszíne alatt gazdag és érdekes világ rejtőzik. Ez nagyon érzékeny, ezért kiemelten fontos, hogy a vízfelszín alatti életet is megismerjék a természetvédelmi őrök. Filmsorozatunk változatos, akcióban gazdag, kalandos hétköznapjaikat mutatja be. Akcióban a természet őrzői. Csónakon a vizek világáért. Óriási szenvedélyem volt mindig a horgászat, meg a halászat, és ahol én laktam, ugye Pálházam a hegyközben, ott sok patak fut össze, csodálatos halállományokkal, pisztráng, fejes domolykó. A Szabi haverommal mi a legnagyobb rapsicok voltunk egy évtizeden keresztül azon a vidéken, és én ott ismertem meg a patakoknak az élővilágát, ott ismertem meg az ingolákat. László korán kezdi a napot. Most zajlik egy ritka halfaj, a tiszai ingola ívása. A patak azon szakaszait járja be, ahol intenzív ívás várható. Ahogy ő mondja, ilyenkor indul a patakfutás. GPS-szel a kezében elindul felfelé, a Bózsva patak forrása felé. 33 községhatár tartozik így hozzám. Hegységek, ugye hegylábak, folyóvölgyek, homokhátak. Az országnak ez az egyik legváltozatosabb őrkerülete. László leteszi az autót és gyalogosan indul el a patakhoz. Ebben a vízrendszerben él a hazai tiszai ingola állomány 95%-a. És egy másodperc csak ide ránézek a vízre, hogy ez is egy durvább kavicsos szakasz, de ott ívik az ingola. A mélyebb mederkottyanók és a meggyorsuló vízű surrantóknak a határán, ahol még nem elég gyors a víz, meg még nem túl mély, ugye ilyen helyeken ívnak ezek az állatok. A régebben erdélyi, vagy még korábban kárpáti ingolának nevezett hal, a Kárpát-medence benszülött faja a Tisza vízrendszerében alakult ki. Napjainkban már ritkán fordul elő, fokozottan védett. Természetvédelmi értéke 250 ezer forint. Lárvája helyhez kötött, íváskor viszont vándorol, és a víz tisztaságára rendkívül érzékeny. Magyarországon a Tisza, a Bódva, a Jósva, a Ménespatak, a Hernád, a Bisópatak és a Kemencepatak az élőhelye. Legnagyobb elszántsággal én követem ezt a fajt az elmúlt 6-8 évben. A legnagyobb hegytömegben látott egyedszámuk az egy ilyen 50-55-60 hegyed volt, úgyhogy ez gyönyörű látvány volt, amikor ennyi állat a kristálytiszta, napsütötte vízben egymással harcol, pakolgatják a kavicsot, úgyhogy ez a természetnek ez egy eléggé ilyenkor egy látványos jelensége. Vigyázzok, hogy nehogy rálépjek esetleg néhány példányra. Ilyenkor nem csak Lászlónak kell vigyáznia, hanem az erdőben dolgozóknak és az erdei utakat használóknak is. Ezért személyesen tájékoztatja őket az ingola ívásról és a patakon való átkelés szabályairól. Oké, Laci, és annyi lenne még a kérésünk, hogy egy nyomba kellene oda-vissza menni át a patakon, és akkor biztos, hogy nem lehet gond. Jó, köszi szépen! Ilyen kis odafigyeléssel is segíteni lehet a faj sikeres ívását. Kellő körültekintéssel meg lehet előzni sok ingola elpusztulását. Egy ilyen kis egyedszámú populáció esetében minden hasonló lépés nagyon fontos lehet. A kitartó természetvédelmi munka megtette hatását. Idén 544 példányt sikerült megszámolni egy nap alatt az előző évek 180-200 egyedéhez képest. Ez nagyon biztató tendencia. Egy ilyen eredmény erősíti a természetvédelmi őr elhivatottságát.
Ez a társadalomnak lehet, hogy nem jelent semmit, de az ökoszisztémában, minket körülvevő világban ez egy olyan faj, ami annyira speciális igényekkel rendelkezik, annyira fontos indikátorfaj, hogy ha mi bármit elrontunk a környezetünkben, ez azonnal jelzi. A felnőtt egyedek paraziták. Szívó tölcséré alakult szájukkal halakra rögzítik magukat, és vérükkel táplálkoznak. A párzás előtt az ingolák farkuk erőteljes mozgatásával ívógödröt alakítanak ki a meder kavicsos alján. Ha az ingolák jól érzik magukat, és a számuk gyarapszik, akkor az egy egyértelmű visszajelzés arról, hogy a patak és környezete is egyre jobb állapotban van. Természetben minden szeletke fontos. Minden elem. Ha megbomlik az egyik elem abban a láncolatban, bármi megbomlik, az beláthatatlan következményekkel járhat. És ezt ugye sokan nem fogják föl. A kristálytiszta hegyi patakok mellett az alföld vizes élőhelyei is sok feladatot adnak a természetvédelmi őröknek. Moha a Bece nevem. Nál voltam informatikus, térinformatikus kutatási segéd, és 10 éve őr vagyok. Azóta én kolontavazok. Hát nekem a szívem csücske, tehát szerintem a világ közepe, de gondolom minden őr így van a maga területétől. A térség legnagyobb mocsara az izsáki kolontó, ami mára az elmocsarasodás előre haladott állapotában van. A tavat fajban gazdag láprétek, láperdők határolják, így az itt végzett természetvédelmi munka nagyon sok faj számára fontos. Csaba egy speciális nádvágó vízi járművet használ, hogy az élőhelyet változatosabbá tegye. A kolontóban ilyen vízszint mellett teljesen zárt nádasok alakulnak ki, és ahhoz, hogy ilyen mikronyílt vizek legyenek, ami például a cigányrépcének, vagy például a lápipócnak, vagy réticsiknak jó élőhely, azokat csak mesterségesen tudjuk létrehozni, és májusban, amikor már a nád kellőképpen fölnőtt, akkor kell levágni, és majd vissza fog szorulni, és felnyílik, és kisebb nyílt vizek fognak kialakulni. Igazából mindig az a kedvenc, amit az ember talál, amivel tud sokat foglalkozni. Régen én mondjuk madarászként kezdtem, hogyha lehet így mondani, de most már nem is így a növény meg a madár az érdekes, hanem ezek kapcsolata, tehát az élőhelyeknek az az ökoszisztéma, amiben az egész mozog, az, ami igazán klassz. Na, akkor senki ne nyúljon most már a vízbe. Oké, rendben, tökéletes. Így átkanyarodok oda, megkerülöm, és akkor onnan kezdjük a növényzet után, jó? A természetvédelmi szakemberek együtt dolgoznak más kutatókkal. Közösen végzik el a rendszeres állapotfelméréseket. Évi rendszerességgel 3 alkalommal van, ha monitoring a kolontavon. Van egy tavaszi, egy nyár közepi, illetve nyárvégi, őszi. 3 mintavételi ponton történik, ahol több mintavételi hely is van. A kolontónak a halfaunáját vizsgáljuk. Jellemzően ezek valamelyik élőhely rekonstrukcióhoz is kötődnek ezek a mintavételi helyek. A legnagyobb értéke tulajdonképpen itt az képvisel, hogy egy nagyon stabil lápipóc állomány él itt a területen. Több tízezres állomány, és ameddig stabilan tudjuk tartani a kolontónak a vizsgést, ez az állomány itt hosszú távon is fennmaradhat, ha újabb tájidegen fajok nem kerülnek be ide a területre. Itt van, végre megvan a lápipóc, nem egy nagyon nagy példány, ezekben a legnagyobbak olyan 12 cm-es nagyságrendet érnek el. Most valószínűleg a többi az kint van a nád alatt, ezt pedig itt a nádszegélyben húzódott meg, így sikerült elkapni. A lápipóc elég különleges halfaj, hiszen a felszínről vesz levegőt, annak ellenére, hogy benszülött faj a Kárpát-medencében, ma már csak néhány helyen, szigetszerű állományokban található meg hazánkban. 4-5 évig él, ragadozó, apró állatokat fogyaszt, fő táplálékai a szúnyoglárvák és más vízi rovarok. Egyre jobban kiszorítják a betelepülő fajok, mint például a naphal. Sajnos ez is naphal. Ez is naphal a tájidegen. Az a cél a természetvédelem számára ezen a kisméretű, védett területen, hogy a legváltozatosabb élőhely struktúra kerüljön kialakításra.
Ezzel sokféle élőhelyet lehet biztosítani, és ez hozza létre a legnagyobb diverzitást. Gyűjtök madaras bélyegeket, ha időm meg kedvem van, meg hogyha kollégák valahol a világ másik részéről hoznak nekem madaras bélyeget. Valójában nekem valószínűleg a kolona hobbim. Tehát ez a terület, ami nem is csinálok más, nem is szeretek kimozdulni onnan ma már. Menjünk, Andis! Dögd az erejét, aztán menjünk. Szerintem a magyar természetvédelmi őröknek a jelentős része az a kezdő a pályafutását, hogy elkezd valamelyik helyi csoportba, madártenyésztő csoportba madarászni, aztán idővel elindul valamilyen irányba. 19 évesen kezdtem el dolgozni aktelken, aztán kisebb-nagyobb megszakításokkal, de azóta én ott tartózkodom. Sándor és kollégái épp őrjáratra indulnak. Az őrszolgálat feladatai közé tartozik a vízitúrázók ellenőrzése, főleg a zártabb területeken, ilyen a Bodrogzug is. Május elején van a hagyományos vízitúra évadnyitó. Ilyenkor akár több százan is eveznek errefelé. Bevasztok! A belépés engedélyköteles, de ez önmagában nem elég. Ilyenkor a természetvédelmi őrök fokozottabban figyelnek a vízitúrázókra, hogy időben észrevegyék és figyelmeztessék azokat, akik nem tartják be a védett területen érvényes szabályokat. Ez nekem hobbi, de igazániból ez engem szórakoztat, tehát nem is érzem, hogy nagyon tehernek, hogy munka lenne. Tehát nem az, hogy bemegyek a gyárba, vagy akárhova, és akkor nézem az órát, hogy mikor lesz vége, akkor lesz vége, amikor vége lesz. Hát a család ennek ugye nem mindig örül. Ez egy ilyen madár megfigyelő karany. Szét lehet nézni a környéken. Van egy ilyen tanösvény a Bodrogzugba, ami ugye az evezős turizmusra van rásarkítva, és ennek ez egy megálló helye. Hát orrfalászat azért az itt tömegsport volt korábban. Most már annyira nem tennek. Több oka is van. Jelenleg is, hogy a vízrendészettel meg a rendőrökkel ebben a témában összedolgozunk. Másrészt ugye változtak a jogszabályok is, tehát ma már az orrfalászat az bűncselekmény. Szerintem természetvédelmi a távcső nélkül nem tud létezni. Terepi térinformatikai eszközök, ezek a másik, az a kategória, ami szerintem a mai magyarországi őrszolgálati munkában nem nélkülözhető. Ugye az eszközöknek egy része arra szolgál, hogy azokat az objektumokat, amiket nekünk védeni kell, vagy ismerni, vagy adatot szerezni róla, azokat felismerjük, nagy Isten rögzítsük. Az orvhalászat ugyan visszaszorulóban van, de most is egy ilyen esethez riasztják az őrszolgálat munkatársait. Nincs engedélyük se, meg erre pláne nincs. Se csónakra, se horgászatra, semmi. Hibátra. Ez ma volt itt ott. Aki ezt működteti, a feltételezések szerint, ez semmiféle halászati ellenőri jogosítványa nincsen, és ilyet nem csinálhat. Ez a szakasz az orvhalászok kedvelt helye. Sándor és munkatársai a legkorszerűbb technikát, egy hőkamerát is bevetnek, hogy kézre kerítsék őket. Kora hajnalban az őrszolgálat munkatársai újabb füles kaptak, hogy orvhalászok bukkantak fel a területen. A szivattyúház a Larejónál lejobbra, és a szokott úton, mert addig én megpróbálok már itt, hogy addig nem megyetek oda be. Megyünk be a helyszínre, mert kint vannak a csávók, szóltak, hogy kint vannak a vizen, úgyhogy mi megyünk be. De itt tudni nem jönnek, csak berakta a hálót. Mit ugye, mikor jönnek érte vissza? Reggel fognak jönni, az egész biztos hajnalban. Hajnap. De állítólag patakon is hordják a kiflitó, benne a szög belsejéből a kiflitó, kerektó, onnan is hordják a halat a patakiak, a kutyahegyiek. Az őrszolgálati munkának ez is része. Fülön kell csípni az orvhalászokat. Sándor kitartóan figyeli takarásból az érintett területet, de sajnos egyelőre semmi jele a mozgásnak. Sok apró pici lépés a cél érdekében egy idő után tud olyan eredmény hozni, aminek van látszatja. Minden illegális cselekménynek a legnagyobb visszatartó ereje a bukás. De már egyszer ki sem megy, hogyha már háromszor megfogták bizonyos dologgal. A büntetési tétel az nem mindig terminálja ezt a dolgot, hiszen hogyha kimegy ötször, azt egyszer se fogták meg, mit számít, hogy mennyi a büntetés? Senkit nem fog érdekelni. De ha már el van kapva, meg van fogva, akkor már ott nincs mese. Az őrszolgálat együttműködik a halőrökkel és a rendőrséggel. Az akció sikeresen zárult. A rapsicokat végre sikerült lefülelni.
Jártál már ilyen iszabba? Ne akart kihúzni a lábad, ha megszorulsz. Türelemmel, lassan, és segítünk. Pesten születtem, 25 évesen kerültem Somogyba. Már majdnem 40 éves voltam, mire természetvédelmiről lettem. Előtte nagyon sok mindent csináltam. Voltam zenész, színész, lépcsőháztakarító, szobafestő, újságárus, sofőr. Zoltán a Somogyi tájegységet vezeti. Megközelítőleg egy megyényi területre kell figyelnie. A Boronka melléki tájvédelmi körzetben, amely nagyrészt erdők borította, vízfolyások szabdalta, halastavak tarkította terület, ma egy úgynevezett természetvédelmi beavatkozás fog történni. Mindenki figyel magára és a másikra, ez egyértelmű. A vízben csak a Tamás hangját hallhatom, senki másét. A parton csak a Tamás hangját hallhatom, senki másét. Bárkinek bármi gondja van, a Tamáshoz jön, vagy hozzám és senki máshoz. Rendben? Ki nem tud úszni, az nem megy a víz közelbe. Zoltán munkája legtöbbször egyszemélyes. De vannak olyan helyzetek, amikor külső munkaerőt is igénybe kell venni. Ilyenkor különösen fontos a feladatok összehangolása. A közmunkásokat most ő irányítja. Ez igényel egy jó adag határozottságot. A mai napon itt épp erre van szükség. És a túl kell hajtani a budiembertől számítva, ő lesz a közepe, két irányba mind a két felére az alsó köteletet, és neki úszunk, jó? De a mostani lehalászás célja elsőlegesen az, hogy ez a tórendszer és azoknak a műtárgyai már teljesen elöregedtek, használhatatlanná váltak, nagyon kockázatos volt már az üzemeltetése ennek a területnek, és a műtárgyak felújtása fog következni itt a lehalászás után. Azért nagyon fontos, hogy ez a tó és a tórendszer éppen maradjon, mert nem csak a vízhez kötődő fajok nagyon fontosak itt, hanem sok száz, sok ezer hektár erdő léte függ ettől a víztől. Hogyha valamilyen oknál fogva kevesebb vizet tudunk tartani a tavakban, akkor a környező lápok is mind kiszáradnak, lecsökkennek. Szóltó beáll három pár ember, négy, föladja ide a kosarat. Kettő ide jön hozzám, aki borítja az asztalra, a többiek jönnek válogatni. A halak fajta és méret szerint kerülnek szétválogatásra. A piacon eladható halakat már innen elszállítják, és a Nemzeti Park értékesíti őket. Az inváziós és apró halakat madár- és vidramenhelyekre viszik tápláléknak. Az értékes tenyészhalakat pedig egy másik tóban helyezik el. Többek között ezek azok az inváziós halak, amiket próbálunk szelektív halászattal visszaszorítani. Ő egy Amerikából származó naphal, ő pedig inkább keleti elterjedésű ezüstkárász. Oly módon jelentenek veszélyt, hogy táplálék konkurensei, illetve az ikrákat is feleszik, tehát az életteret és a táplálékbázist foglalják el a hazai halfajok elől, és ezért ezek egyre inkább visszaszorulnak. Ők pedig, mivel kevesebb a betegségük, különböző veszélyező tényezőjük, és nagyon jó stratégiával rendelkeznek, hatalmas tömegben fel tudnak szaporodni. Popoltyújába és szemébe nem nyúlunk bele! Aki nem fogott még halat, annak megmutatom, hogy csinálja. Bele nyúlsz a szájába, és megfogod. És ugyanúgy megfogod, csak nem, nincsen baja, jó? Szájba belenyúlsz szépen, hüvelykujjaddal. Nagy a murt, azt se fogtál még, két úszonyánál megfogod, és sehol nem mozdul, jó? A piacon értékesíthető halak tartálykocsikba kerülnek. 37. A jövő szempontjából fontos tenyészhalakat pedig egy másik tóba szállítják. Most az utóbbi időben elsősorban a vizes élőhelyek kezelésével és ezeknek a fejlesztésével foglalkozunk. Nagyon sok vagyongazdálkodást végzünk ott a tájegységben. Ez is nagyon színes, erdők, állatok, gyepek, halastavak nagy részét képezik a feladatainknak. Itt a tavak környezetében a vízviszonyok olyanok maradtak, amilyenek 100 évvel ezelőtt lehettek. Ennek megőrzése fontos a gazdálkodás során is. Itt nem az anyagiak diktálnak, hanem az, hogy ezt a természetes élőhelyet és életközösséget megpróbálják megőrizni és fejleszteni, hogy minél több védett és veszélyeztetett fajnak tudjanak meredéket biztosítani. Aki csinálja, az szereti és elkötelezett, nem nagyon hagyják ott ezt a pályát, és mivel aránylag fiatalok vagyunk, ezért kevesen mennek nyugdíjba. Kevesen vagyunk az országban, bővülés az most már nagyon-nagyon régóta nem volt, ezért csak akkor, hogyha valaki nyugdíjba megy, vagy valami történik egy-egy pozícióval, akkor lehet bekerülni ebbe a csapatba.
másodikos vagy harmadikos volt, amikor kivittek vízpartra, és gyakorlatilag ott lettem megfertőzve. Sokan ilyen félnótásnak is tartottak, mert lehet, hogy az is vagyok, hogy ahelyett, hogy mások elmentek külföldre nyaralni, én inkább azt választottam, hogy hajnalba kimersek a Zubogóhoz, a nagykunsági főcsatorna torkolatához, ahol mindig oxigénlós víz volt, és jó lettek a süllők, lehetett balint süllőt fogni, keszeget, és ez engem nagyobb örömmel töltött el, mint hogyha itt az európai országokat jártam volna körbe. Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóságon dolgozom. Nagyon változatos a területem, nagyon szeretem ezt a Tiszazugot. Zoltán május végén és június elején nagyon sokat van a vízen. Ilyenkor indul el a tiszavirágzás. Az ő feladata felügyelni a rajzást a Tisza középső szakaszán. A rajzás a Tiszán délről, a Dunai torkolat felől halad felfelé, a felső Tisza irányába. Ám a hamarabb melegedő mellékfolyókon még korábban bekövetkezik. Ilyenkor az őrszolgálat fokozott figyelmet fordít a horgászok ellenőrzésére, hiszen köztudott, hogy a halak egyik kedvenc tápláléka a kérész. Sajnos ezekben a napokban a horgászok nagyobb mennyiségben szokták illegálisan gyűjteni. A természetvédelmi őrök felhívják a horgászok figyelmét arra, hogy a tiszavirág természetvédelmi oltalom alatt áll. Ez az állat valamikor, még a 18. században és azt megelőzően Európa legtöbb folyójában jelen volt. Gyakorlatilag teljesen eltűnt, és ez a szennyezéseknek tudható be. Kiemelkedő érték, hogy egyáltalán a Tiszán és a vízrendszerén még egy stabil állománya van ennek a fajnak. Nem tudjuk annak az okát, hogy most az elmúlt 3 évben mi miatt volt, csak ilyen néhány százezres, nem pedig az a több milliós, ami korábbi években is jellemző volt. Tehát talán utoljára 2014-ben volt olyan nagyobb rajzás, amire úgy megemlékezünk. A rajzás alkonyat előtt kezdődik. A hímek a víz fölött repülve keresik a nőstényeket. A repülés alig több, mint 1 órán keresztül tart. A tiszavirág mégis nagyon fontos eleme a folyó ökológiai rendszerének. Maguk a kérészek, illetve a tiszavirág nagyon fontos szerepet tölt be a Tisza életébe, hiszen a lárvák azok szerves törmelékkel táplálkoznak, 3 éves fejlődésmenetük van, és azért fontos, mert ezzel hozzájárulnak nagyon a folyó öntisztulásához. A lárvák a partfalban, U alakú járatokban élnek. Ezekben áramoltatják a vizet, és közben szűrik ki a szerves anyagokat belőle. A tiszavirág egy jó indikátorfaj, jól jelzi a folyó szennyezettségét. Szerencsére a Tiszában még milliós példányszámokat találunk. 3 évnyi víz alatti tartózkodás után szinte egyszerre, egy napon jönnek elő. A rajzás az egyik legszebb természeti jelenség a Kárpát-medencében. Napot kívánok, természetvédelmi őrszolgálattól vagyok. Üdvözlöm, Sallai Zoltán. Személyigazolványt, horgászengedélyt legyen szíves. Ilyenkor maga a tiszavirág az egy védett természeti érték. Kiemelt természeti értéke itt a Tiszának. 10 000 forintos. Így van, nagyon jó felkészült horgász. Vigyázok és még figyelem is, nem esettek valaki. Nem, most így van, előrajzás idején ilyenkor még kevesebb van. Nagyon szépen köszönöm, további jó horgászatot kívánok. Minden jót. Viszlátásra. A kifejlett rovaroknak a szaporodás mellett is nagyon fontos szerepük van. Még ha rövid is az életük, de nagy tömegüknél fogva hatalmas fehérje forrást nyújtanak. Nem csak a halak, hanem más gerincesek, legfőképpen madarak táplálkoznak velük. Ez is mutatja, hogy nem mutatóba kell megőrizni a rovart, hiszen épp a rajzás tömegessége az, ami a stabil alapja a faj hosszú távú megőrzésének. Természetvédelmi őri szakma mindenképpen elhivatott embereknek való, akik szeretik a természetet, nem vágynak nagy anyagi javakra, akik itt dolgozunk ebben a szakmában, nem sokan, ezek mindenki azért van itt még a mai napig, mert szereti a természetet, mindenképpen tenni akar a hazai természeti értékekért, ez az, ami még összetartja ezt a csapatot. A tiszavirágzással kapcsolatos feladatok remekül rávilágítanak arra, hogy egy rovarfaj védelmén keresztül egy egész élőhely életközösségére lehetnek hatással az elhivatott természetvédelmi őrök.